Mata bejáratánál is már sárga nárciszok tömege fogad. Gyönyörűek. Nem tudok betelni ezzel a színkavalkáddal ezt a színkavalkádot, míg a nárcisz is színesíti. Fantasztikus! Egy csodálatos nárcisz csokor, a Narcissus stellaris, a csillagos nárcisz szinte árasztja az illatát. Sok szeretettel köszöntöm mindenkit, úgy ahogy ígértem, akkor nézzük meg a nárciszokat is, aminek rengeteg típusával találkozhatunk. Végig is megyünk egy páron, számomra a legizgalmasabb ez a ozmofóra. Igen, a virágtakaró levelek száma 6. 6 darab, 3 plusz 3 fehér lepel. De mi ez a sárga, rojtos szélű berendezés? Ozmofórának nevezzük, illatanyagokat termelő mellék virágtakaró mellék lepel, nem virágtakaró, csak megtévez bennünket, viszont a rovarokat nem csalogatja. Deklődőt találtam itt az ozmofóra környékén. Egy nagyon szép nárcisz mezőt láthatunk. Hová tartozik a nárcisz? Az amarillis félék közé, a szár tőkocsány, az azt jelenti, hogy egy virágban, vagy virágzatban, jelen esetben egy virágban végződik, és nincsenek rajta szárcsomók, levelek. Az egyik legmegdöbbentő nárciszfaj, ez a Narcissus bulbocodium, ami gyakorlatilag az ibériai félszigeten fordul elő. Ez a lepel, mézlepel, ozmofóra, ez valami csodálatos. Hatalmas, nagy, búraszerű képlentként jelenik meg a teljesen keskeny, szálas lepellevelek körön belül. A levelei teljesen szálasak. Rendkívül izgalmas. Ez az ozmofóra is valami fantasztikus. Egymás mellett láthatunk egészen sárga rojtos szegélyűt, és ez a narancssárga vagy paprika színű ozmofóra teljesen megkapott. Ez nagyon tetszik, mert itt még a lepellevelek is sárgás színűek. Olyan típusokkal is találkozhatunk, ahol alig tér el színben, de talán már egy kicsit sötétebb, sárgább. Van olyan típus, ahol az ozmofóra is pontosan olyan színű, mint a lepellevelek. Ez a mézlepel nagyon hasonlít a normál lepelhez, csak kicsit sötétebb és fodrosabb szélű. Egészen megdöbbentő típust is sikerült találnom. Itt a lepellevelek és a mézlepel teljesen összegabajodott. Fehér nárcisz, a Narcissus poeticus is kivirágzott. Persze teljesen tiszta faj, már alig van, mert hibridizáció következtében egyéb genetikai állomány is gazdagítja. A városi környezetben is tavasszal számtalan helyen találkozhatunk a nárciszok tömegével. Vannak parkok, ahol a tavaszi virágzó mezőt a nárciszok jelentik. Nagyon szép éke ezeknek a parkoknak a nárcisz mező tavasszal. Ó, hát ez az egyik kedvencem. Nem a legnagyobb mézlepellel, ozmofórával rendelkezik, de ez a piros szegélyű ozmofórának olyan csodálatos illata van, ami valami megdöbbentő. Nem csoda, hogy a pipere ipar is használja. Ó, hát ez valami csodálatos, az egyik kedvenc illatom. Fantasztikus, fantasztikus a csillagos nárcisz, a Narcissus stellaris is kivirágzott, illetve hát feltehetően a csillagos nárcisz, aminek a méz leple pici, rövid, piros szegélyű, meg is mutatom. Lehet látni ezt a csodálatos, piros, rojtos, szegélyű, sárgás ozmofórát, amit én
én neveztem el itt mézlepelnek, de gyakorlatilag nyugodtan lehet ez a neve, mert egy olyan hatalmas terület, és a leplek után alakul ki a virágban, hogy talán szerencsés lesz ez az elnevezés. Többi esetben ugyanarról lesz szó, mint a hóvirágnál. Nem véletlen, hogy ő is ugyanebben az alcsaládban, az amarillis, tehát nem véletlen, hogy ő is ugyanebben az alcsaládban tartozik, az amarillidáceai család, tehát az amarillis féléken belül, az amarilloidei, tehát valódi, tehát az amarilliseken belül az amarilliszek alcsaládja. Örülök, hogy ennyire borzasztóan örülsz ennek, hogy így félre beszéltem. Tehát az amarillidáceai család az amarilliseken belül az amarilloidei alcsaládba, ahova a tőzike, a hóvirág is tartozott, és ő számos típusát szeretném bemutatni, mert próbáltam gyűjtögetni, hogy ez az ozmofóra, ez a mézlepel, ez milyen változatos lehet. Köszönöm szépen!